Ebben a videóban a körömgomba okait nézzük meg, és azt, hogy hogyan szabaduljunk meg tőle a lehető leghamarabb. Szeretettel köszöntök mindenkit! Ahhoz, hogy megértsük egy probléma gyökerét, tehát a valódi okokat, hogy ne csak a tüneteket kezeljük, meg kell vizsgáljuk először is azt, hogy kiknél fordul elő nagy arányban ez a probléma. A körömgomba nagyon gyakori először is cukorbetegeknél, ebből következtethetünk arra, hogy minden bizonnyal összefügg a magas vércukor és inzulin szinttel. Gyakori Cushing szindróma alatt is ez a betegség emelkedett kortizol szinttel jár, melynek hátterében állhat többek között sok krónikus stressz, vagy valamilyen nagyobb veszteség miatti lelki trauma. Gyakori a körömgomba azoknál is, akiknek eltávolítják a lépüket. A lép az immunrendszer működésében játszik főszerepet, tehát immun tényezőknek is köze kell legyen a problémához. A különböző gombás betegségek, így a körömgomba is gyakran alakul ki antibiotikumos kezelések után, ebből pedig arra következtethetünk, hogy a bélflóra állapotának a leromlásával is összefügghet. Ugye az antibiotikum nem csak a káros baktériumokat, de a hasznosakat is pusztítja. Erről sokan már tudnak. Tudnak arról, hogy velünk együtt élnek hasznos baktériumok a belegben, viszont azt már kevesen tudják, hogy a baktériumok mellett hasznos gombák is élnek a szervezetünkben és a bőrünkön is. A hasznos baktériumok és a hasznos gombák fontos szerepet játszanak az immunrendszerünk működésében. Azt is tudjuk a gombákról, hogy imádják ugye a cukrot, a gombák cukorral táplálkoznak, például ott van a kandida, de egyébként a talajban élő gombák is, amelyek a növények gyökerein élnek, azok is szénhidrátokkal, cukrokkal táplálkoznak. Mindezekből nagyjából összeállhat a kép, és megállapíthatjuk, hogy nagy valószínűséggel mi is történik a szervezetben a körömgomba kialakulása előtt és alatt is. Meggyengül az immunrendszer, vagy azáltal, hogy leromlik a bélflóra, mondjuk antibiotikumos kezelés alatt, vagy azáltal, hogy eltávolítják a lépünket, ami kulcs szerepet játszik az immunrendszer működésében, vagy esetleg a sok stressz, például a Cushing szindróma miatt gyengül meg az immunrendszer. A kortizolnak, tehát a stressz hormonnak komoly hatása van az immunreakcióban résztvevő legtöbb sejtre, főleg a fehérvérsejtekre. A tartósan magas kortizol képes elnyomni a limfocitákat, a fehérvérsejteket irányítóit, lecsökkentve a szaporodási képességüket és növelve a programozott sejthalálok sebességét. A második fázisban pedig az történik, hogy a meggyengült immunrendszer nem tudja visszafogni a gombákat, amelyeknek ugye rendelkezésre áll a sok cukor, például a prediabetesz vagy cukorbetegség alatt, vagy ha egyáltalán sok cukrot fogyasztunk, és mivel imádják a cukrot, lehetőségük nyílik túlszaporodni. Az első fontos lépés az immunrendszerünk megerősítése. A legfontosabb mikrotápanyagok a D-vitamin, a C-vitamin, az A-vitamin és a cink. Ezen túl kiváló immunerősítő a fokhagyma, a gyömbér, a tiszta méhpempő, a mikroalgák, az echinácea, a ganoderma, az ezüstkolloid, a beta-glükán és mások. Ha gyanítható a leromlott bélflóra, célszerű bevezetni a magas probiotikus ételek, például a kefir, savanyú káposzta, napi fogyasztását is, illetve probiotikumot is szedni. A savanyú káposztával két legyet ütünk, mert tele van C-vitaminnal is. Az immunrendszerünk erősödik a rendszeres testmozgás és a bőt alatt is. Ajánlom figyelmedbe az időszakos bőtölésről készült videót. A megoldás második fázisa a lábfej rendszeres áztatása, tehát a gomba külsődleges kezelése. Az egyik legjobb szer a magnézium szulfát, másik nevén az Epsom só. Este lefekvés előtt tegyünk 2 liter meleg vizet egy kisebb lavorba, amivel belefér a lábfejünk, és adjunk hozzá 5-6 evőkanál Epsom sót, keverjük jól el, hogy ugye feloldódjon, majd tegyük bele a lábunkat, és hagyjuk ázni fél órán át. Az áztatás puhítja a körmöt, így mindjárt utána érdemes kezelni jóddal, vagy gyógynövény cseppekkel, mert így könnyebben felszívódnak. Tehát áztatás után tegyünk rá jó cseppet, például betadint vagy lugoljódot, és hagyjuk egész éjszakára úgy. Gomba ellenes ezen kívül a szegfűszegolaj, a levendulaolaj, a teafaolaj és az oregano olaj is többek között. A folyamatot naponta legalább egyszer végezzük, és valószínűleg a
legalább 2-3 hétre van szükség, hogy látható eredmények legyenek. És végezetül a lábbelinket is gondoljuk át. A gomba a meleg, nedves környezetet szereti, tehát meg kell nézni, hogy milyen cipőt, milyen zoknit hordunk, és a szükséges változtatásokat eszközölni. Fontos, hogy a láb ugye rendszeresen szellőzzön. Kapcsolódik a témához, így következőnek javaslom azt a videót megtekinteni, amelyet az immunrendszer megerősítéséről készítettem korábban. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet erről a témáról, kedveld a videót, és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!